A holokauszt magyarországi átfogó történetét mutatja be az a vándorkiállítás, mely egy héten keresztül Pakson látható. Az utazó múzeummal 2007 óta járják az országot, városunk a 70. helyszín. A vagonkiállítást és a hozzáfűződő pedagógiai projektet az Életmenete Alapítvány hozta létre diákok kezdeményezésére. Az emberségre történő nevelés és tanítás a célunk. Tehát nem elsősorban az, hogy a fejük tele legyen ismeretekkel, azt a történelemkönyvben, könyvtárban, levéltárban megkaphatják, aki szeretne beleásni jobban a témába, megteheti, sőt, utána is nézhet mindennek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hiteles élettörténeteken keresztül és az azt alátámasztandó történeti események, dátumok, esetleg adatok kiegészítésével tegyük úgymond életszerűvé ezt a történetet. A marhavagonban korabeli fotók, katonai öltözékek, bőröndök, gőzmozdony zakatolás teszik hitelessé az installációt. Köszönhetően a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hadtörténeti Közlekedési Múzeum, a MAFILM és a MÁV segítségének. A kiállításon a Vakbottyán gimnázium diákjai tartanak rendhagyó történelemórát a magyarországi holokausztról. A tárlat megnyitóján Varsányi Imre saját élettörténetén keresztül emlékeztetett a borzalmakra, melyekről 60 év eltelte után ismét úgy érezte, beszélni kell. El kellett vonulnunk a férfiaknak egy német tiszt előtt, aki jobbra-balra integetett, mire visszafordultam, ott álltam 14 évesen. Teljesen egyedül. Az apámat más irányba vitték, anyámat, kisöcsémet szintén. Később tudtam meg, hogy a gázkamrába vitték, és elégették őket. Diákokat könyvből az életben nem fogják tudni megtanítani, hogy mi az, hogy holokauszt. Azért látom most már egyre inkább a szükségességét, hogy beszéljek velük, hogy nézzenek a szemembe, hogy lássák, hogy nem vagyok semmivel külön, mint ők, csak azért, mert éppen egy más vallásba születtem bele. Hát attól én pontosan ugyanolyan állampolgár, olyan magyar voltam, mint akár melyikük, és ezt kell, hogy megértsék, hogy itt nem az számít, hogy ki milyen vallású, hanem az, hogy tényleg szabadon éljenek gondolataikat, saját maguk szűrjék le, és ne hagyják magukat különböző olyan demagógiáktól elkábítani, ami az egész országot oda vezette, ahova vezette. A tárlat megnyitón dr. Verő Tamás rabbi, Gordon Gábor az Életmenete Alapítvány kuratóriumi elnöke és Süli János Paks polgármestere köszöntött. Beszédet mondott Ilan Mór, Izrael magyarországi nagykövete, aki az egész napot Pakson töltötte. Látogatásáról holnapi híradónkban számolunk be bővebben. A vagonkiállítás 5 napig állomásozik Pakson. A tárlat megtekintésével kapcsolatos minden információ megtalálható a paks.hu oldalon.